Na hát akkor szevasztok, üdvözlök mindenkit, én a Lokomotív sörözőből. A ünnepélyes megnyitó most megvan, és mi mással lehetne itt az ajánlatot kezdeni, mint a piros ásszal, alias 11-es lohab. Felhozták a keleti, ja, nem, ezt nem a keleti alól hozták föl. És ugye ott van azért, nem látszik, hogy na, fókuszálj már az az Lokomotív sörözőt, itt nem, de na most már megvan. Meg itt van Zsangi is. És akkor most bemegyünk ebbe, jó szavasz a foglalásunk, hogy még van addig 7 perc, de bemegyünk rá. Meglátjuk. Menjünk be akkor. Kapcsolt ki a kamerát, majd oda bent, amikor ma hozzák a sört. Coca-Cola-s üvegben lakott Szilva pálinka. Nem, ekte vagy gyanús. Nem mered. Nekem milyen lehet? Na akkor már a kulcson egy vízbe ez a vacs, de akkor azt így itt van látok. De ez nem erre jön, mert ez nem a sört hozzá. Nem ilyen kettleg áll. Szerintem az nem elvisz a sört. Nem, egy srác felszámolt a... Meg nem is sört visz velje. De volt benne sör is. Azt hittem, hogy kimegy ki tévébe. Ja, ha már nem tudom, hogy így a székkel van. Hát, hogy sejtelen vágányra. Azaz. Azt hittem, hogy most is két lehet hozzá a szakettőn. Tartam magam. Na mi? A labancszállító szerelmény. Szevasztok, üdvözlök innen mindenkit, a Lokomotív sörözőből csak ide találtunk. Itt van velem Zsangi, meg Ádám is. És most már megrendeltük a sörünket, már vágyok, erre a vágányra fog érkezni. Ide fog érkezni a sörünk előbb-utóbb. És nézzétek meg, itt van. Ja, még ott alapfele van egy teleposztal is. Amarra egy hűtőház. Majd szétnézünk meg azért. Szét fogunk majd videóban is szétnézünk, egyre most várjuk a sörünket, előtt az is megérkezik. Hát itt fog majd amelyik itt majd bejön kitérőbe, az lesz a mi sörünk. Nem, de előtt a váltónak azért áttalálni. Hát igen. Hát igen, onnan jön. Előbb-utóbb meg fog érkezni. Vagy jön így, hogy helytelenbe visszatúr, tehát meg jön erre. Ja. Vagy nem lehet, hogy erre is jön. De itt fog bejönni ide. Hát, biztos, hogy itt fog bejönni. Én szerintem megkapjuk most a sörünket. Azért nálam rakott sörre jön, meg le is álltam állapot. Figyelem, sörvonat érkezik a második vágánynak. A vágány mellett kérjük ki, a Pivo Express megérkezik. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Figyelem, a második vágányra Pivo érkezik. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Kérjük, vegyék el borraikat. A vonat 30 másodperc múlva tovább gurul. 30 másodperc múlva visszatok. Persze, hát ez vissza fog tolatni. Személyvonat indul azonnal az 5. vágány. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Vízvezeték szerelő. Szerintem most kötöm odaig, utána megy egyenesebb, ott is van ilyen szenzor. Hát a váltót el kell hagyja. Nem, ez visszatolat. Nem, meglátod ott a szenzort. Figyelj, át is állt a váltó. Felmegy is. És elment a Pivo Express. De a rakományát itt hagyta. És nem benne veszel elég végül, akkor buktad a sört? Nem tudom, hogy szépen. Addig fut hozzá, hogy megfogad a sört.
Az első. Első nap a lokomatívba. Igen. Biztos, hogy fogok még ide jönni. Igen. Igen. Lehet volna ide jövök, hogyha biztél lemondva. Milyen sőt kérdez? Nem. Tényleg. Ha most sokat a nélőzhetünk, wifi-n van. Tudom. Mindjárt. Ez az azok sem. Benne lehet hordozható tehetene. Ja, mondjuk az a magasért is lehet tölteni, az igaz. Ez volt nálunk is. Ez egy tehervonat. Ez volt nálunk is. Üres volt. Akkor ez pohárgyűjtő, nem? Betelen. Szerintem kivittem a rendelést, hogy most menjünk vissza. Vivo Express érkezik a második vágányra. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Ez meg lehet, ami Express, csak mert már be is állt a vágány. És állom a sztorótról. És akkor csak kattanást hallottam. Személyvonat indul azonnal az ötödik vágányon. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Majd figyelj meg, megint itt eléri a szenzort, meg el is utána fog tovább menni. Megérkezett a kaja is. Mint a folyó étvágyat mindenkinek. Na, és most gőzössel viszi. Gőzössel, ez az. Csűrös. Csűrös eddig még nem jött. Eddig mindig csak a vizet kapok a dízzel. Én csak leszetetem. Majd most nehogy hazanyújjatok, majd csak fotó után. Ezt gyorsan kivesszük, azt mondjuk. Az lenne jó, hogyha püstölnél rendesen. Hát az a baj, hogy akkor itt nem lehet menni. Csöves vonat érkezett a lokomatív étterembe, kérjük vigyázzanak a vágány mellett. A vonat 30 másodperc múlva tovább indul. Kérjük, vegye ki a pálinkát. Tű. Csöves vonat a hatodik vágányról azonnal indul, a vágány mellett kérjük vigyázzanak.
Kocsi viszont ugyanaz, csak kicsagált egy mozog, látod? Eddig is ezért őrzik. Svájci kocsi SBB-s. Nem csalódunk a nohabos csapatba. Csak mondjuk a nohabosok az ők gondolom, én megyek az egyetem. Akkor pálinkás jó estét kívánunk mindenkinek. Kis házi szilva. Elvileg házi szilva, nem az én féle, de házi szilva. Kóstoljuk meg. Ezt kaptuk. Egészségeteknek. Mit mondott Kumbéla? Be a szervezetbe. Ez jó. Erős? Annyi? Van ereje. Hát inkább én azt nem pálinka, azt nem. Ez jófajta pálinka. Ez az igazi Pivo Express. Ja. Sör Express. Szerintem jön hamarosan egy másik is, mert hatot kértek. Hát nem, az egyik kocsi lemaradt. Szétszakadt a vonat menet közben. Nem, szerintem olyan hatot nem bír el, úgyhogy tele. És amúgy ez kamerán szerinted? Nem látok. Kicsit homokolni kellett. Adunk neki egy kis nyomást. Ez a 12-es, mert nem adunk neki egy kis nyomást, aztán megy tovább. Nem tudom, hogy itt miért fékezett le. Nem, mert megkapott, mert az ív szerintem túl szűk volt neki. Nehéz neki a súly. Igen, a súly is, meg lehet egy kicsit szűkebb. Ja, túl volt elhelve ezzel a sok sörrel. Kéne bele tenni egy kis lehezőket.